Újabb, ezúttal egy 400 millió forint értékű emeri berendezéssel bővült a 60-i Albert Schweitzer Kórház rendelőintézet eszközparkja. A készülék átadására 2016. április 19-én délután ünnepélyes keretek között került sor. Ezzel egy teljesen új szakterület kezdte meg működését az intézményben. Ez egy fenntartói, a térség országgyűlés képviselői és az intézmény összefogásával valósulhatott meg. Igazából ez Szabó Zsolt térségi országgyűlési képviselőnek volt az ötlete, az elképzelése. Mi el sem értük képzelni, hogy egy ilyen modern berendezést kaphat ez az intézmény, és akkor kerestük meg ugye a fenntartót, az Állami Egészségügyi Ellátó Központot, és egy uniós pályázat keretében valósulhatott meg, együtt közösen pályáztunk, tehát a fenntartó és az intézmény egy konzorciumi megállapodás keretében, és így valósulhatott meg ez a projekt, hogy elnyertük ezt a pályázatot, majd év végén, még decemberben megérkezett, illetve üzembe helyezésre került a berendezés. Az átadó ünnepségen Szabó Zsolt fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár, a térség parlamenti képviselője köszöntőjében hangsúlyozta, hogy ez a fejlesztés óriási lépés a kórház életében. Sokan nem tudják, hogy 60-nak a korábbiakban az emeri finanszírozáshoz szükséges pénzügyi háttere nem volt meg, hiszen soha nem volt ilyen készülékünk. Ez a készülék ma az orvostudomány ezen ágának, a diagnosztikának az egyik zászlós hajója, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy mind pénzügyileg támogatást kaptunk hozzá, hogy megvegyük ezt a készüléket, mind pedig a működtetéshez megkaptuk azt a finanszírozást, amire a kórháznak szüksége van. Hitet tettünk a fejlesztések mellett. Hitet tettünk amellett, hogy ez a kórház, mint a régió közlekedés és ellátás szempontjából központi eleme, központja, fejlesztést igényel és fejlesztést kap a múltban, a jelenben és a jövőben is. Korszakot lépünk előre. 60 akkorát fejlődött, fejlődik az elmúlt 4-5 évben, és a jövőt illetően, amit azt lehet mondani, hogy visszafordíthatatlan és megtörhetetlen folyamatokat indít el. 60 egy közlekedési csomópontban elhelyezkedő település. A kórházában nagyon magas színvonalú orvosi ellátás van, főleg például traumatológiában. Azt szoktuk mondani, hogy a 60-i kórház főzászlós hajója a baleseti sebészet. Egy ilyen eszközzel a diagnosztikát meggyorsítjuk, könnyítjük. A másik, eddig ugye Egerbe és Budapestre kellett elmenni. A másik óriási előnye ennek a készüléknek a rákos betegek, a rákos megbetegedés. Nem mindegy, hogy a közvetlen hozzátartozónk közül valakinek ilyen problémája van, hogy milyen gyorsan kap egy diagnosztikát, milyen gyorsan tudjuk felismerni, és kezeléssel milyen gyorsan tudjuk gyógyítani. Ma már tudjuk, hogy ez gyógyítható. Tehát ez a két irány, ami itt 60-ban mindenképpen kiemelkedő. Dr. Decki Zoltán, az Állami Egészségügyi Ellátóközpont régió vezetője úgy fogalmazott, ez a beruházás megkoronázta a 60-i kórház fejlődését. De azt gondolom, hogy ez a korona azt is jelenti, hogy a térség kórházai előtt megnyitja azt az együttműködési utat, amit mindig próbáltunk elérni, nem csak ellátásszervezésben, hanem működtetésben is. Egy ilyen emelkészülék, ami ugye másfél teszlás, csak hogy lehessen érzékelni ennek a jelentőségét, a budai Szent János kórházban és az elmúlt évben került elhelyezésre. Tehát 60 gyakorlatilag felzárkózott e tekintetben a fővároshoz, és a térség ellátórendszere számára tud egy olyan jelentőséggel bíró diagnosztikát helyben működtetni, ami jelentős utazási költségektől és kényelmi szolgáltatásokat jelent az itt élők számára. Azt gondoljuk, hogy ez ellátás szervezési szempontból egy fontos lépés, hiszen a 60-i kórház egy autópálya mellett van, traumatológiával rendelkezik, így magas szintű diagnosztikai szolgáltatásokra is szükség van. Emellett ugye C-éves képerősítők is telepítésre kerültek az intézménybe, antidekubitúr matracok, amelyek mind-mind az itt élők gyógyulását, felépülését szolgálják.
Dr. Stankovics Éva, a 60-i kórház főigazgatója kiemelte, az emeri készülék jelentősége abban rejlik, hogy mintegy 150 ezer lakos kezelését, illetve gyógyulását könnyítheti meg. Három járás településeit fogja ez a berendezés kiszolgálni, az Aszódit, a 60-it és a Gyöngyösi járás lakosainak fogja az MR diagnosztikai szolgáltatást biztosítani. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási előrelépés az intézmény életében. Talán szerénytelenül mondhatom azt is, hogy egy egészségügyi intézmény életében ez óriási szakmai presztízs növekedést jelent. Mindenképpen óriási előrelépés jelent a diagnosztikában, de a szakmai munkában is. Jogszabály kötelezi most már az egészségügyi intézményeket, a magyar egészségügyet arra, hogy daganatgyanús esetekben 2 hét alatt a beteg a megfelelő kivizsgálást megkapja, megállapításra kerüljön a betegsége. Én azt gondolom, hogy ennek a berendezésnek a működésének a megkezdése ezt a feltételrendszert fogja biztosítani a 60-i kórháznak, illetve ennek a 3 térségnek. Sajnos Magyarország is, és ezen belül Heves megye is élen jár a daganatos megbetegedésekben, mindenképpen hiánypótol ez a készülék. A mai korszerű gép elődjének kifejlesztésével, azzal, hogy hogyan lehet képet létrehozni a mágneses magrezonancia segítségével, közel 80 évvel ezelőtt, 1938-ban kezdtek el foglalkozni amerikai kutatók. 1952-ben eredményeikért Nobel-díjat kaptak. Orvosi célokra 1969-ben használták először. Mintegy 40 éve 1977-ben készült először rétegfelvétel az emberi mellkasról. Akkor ez 4,5 órát igényelt, míg ma ez az eljárás csupán pár perc. Magyarországra először 1986-ban került emeri berendezés. A 60-ban átadott korszerű készülék diagnosztika területén nyújtott jelentőségéről dr. Palotai Andrea, a radiológiai osztály osztályvezető főorvosa beszélt. A diagnosztikában a legmagasabb szintű vizsgálatot jelenti, de a legfontosabbat nagyon sok esetben az idegrendszeri betegségek nagy részénél, az ízületi diagnosztikában, a traumatológiában, és azt kell látnunk, hogy a mi kórházunknak, amíg nem volt ilyen berendezése, a betegek 2-3 hónap várakozási idő után néha bekuncsorogva a sürgős eseteket tudtunk ilyen vizsgálathoz jutni. Ma, vagyis holnaptól ezt a vizsgálatot mi magunk tudjuk irányítani, megcsinálni, ha szükséges, kontrollálni, ha újra szükség lesz rá. Ez egy nagyon nagy dolog, nagyon nagy szó, nagyon nagy öröm. A fiatal kollégákat tudjuk az új osztályunkkal magunkhoz hívni, akár még Budapestről is, az MR operátorokat és a leletező MR specialistákat egybe véve, illetve kiegészíti a munkánkat még a távleletezés, akár külföldről is. A diagnosztikának a csúcsa, a megkoronázása, ez az emeri berendezés. Mindenképpen most már a teljes palettát tudja biztosítani a 60-i kórház. Nem kell elküldeni a beteget kivizsgálásra, nem telik az idő azzal, hogy egy vizsgálatnak az eredményére várni kell ahhoz, hogy a megfelelő kezelést tudja biztosítani az intézmény. Itt helyben meg tudjuk adni ezt a szolgáltatást, és én azt gondolom, hogy ezzel most itt a radiológiai osztályunknak a felépítése, a digitalizálása, eszközökkel való felszerelése teljesen kompletté vált. Megközelítjük egy megyei vagy egy fővárosi kórház diagnosztikai szolgáltatását most itt 60-ban. A 60-i kórház 2 évvel ezelőtt elindult fejlesztése napjainkban is zajlik, ahogyan azt az átadott emeri berendezés is bizonyítja. Mindemellett főigazgató asszony a jövőben tervezett további beruházásokról is beszámolt.
További fejlesztések várhatóak, elsősorban ezek energetikai jellegűek, de természetesen nyilván érintik a betegellátást is. Ugye a 60-i járóbeteg szakrendelő, de például az aszódi járóbeteg szakrendelő felújítására is sor fog kerülni, már készülnek a tervek, készül a pályázat beadása. Ez egy óriási nagy projekt lesz, a nővérszálunkat szeretnénk felújítani, bővíteni, a konyhatek technológiát szeretnénk fejleszteni, ugyanis más intézményekkel szeretnénk összefogni és integráltan ellátni a különböző háttér tevékenységeket, mint például az élelmezés. Úgyhogy nagyon sok feladatunk lesz erre az évre is, vagy az elkövetkezendő évekre is, nem sok időnk lesz a pihenésre.